utolsó végszereleten összefonódik egy nap tiltott területre tévednek, ahol különleges erővel rendelkező érmére bukkannak. Olyan természet feletti képességek tesznek szert, amiről még álmodni sem értek. Egy pillanatról a másikra szuperhősé válnak. Miközben az öt fiatal harcos menetturuk Zordon segítségére azt tanulja, hogyan tartsa kordjába bennük lakozó erőt. A végtelen kegyetlen Rita Repulsa csatlósaival feltűnik a színen. El akarja pusztítani Angel Gross városát. A srácoknak össze kell fogniuk, hogy mint a Power Ranger légió együtt nézzenek szembe a világuram tör gonosz hatalommal. Magyar bemutató 2017. április 6-a. Ja. És hát tulajdonképpen a Google Nord van 4%-ot adott rá. Hát azt kell mondjam, szerintem nem lehet annyira rossz, hát arról szól így a történet, hogy a Földön játszódik ki még a fileje, még az eredeti Power Rangerök, mielőtt hát ők lettek volna, hogy ott Rita adott egy esélyt Rednek, hogy együtt uralhassák a galaxist, csak hogy ez nem tetszett neki, mert elárulta őket, tehát átállt Rita sötét oldalra, tehát a rosszra, úgy értve. És akkor hát azért kell megakadályozni a Power Rangeröknek, hogy visszatérjen Rita. Úgyhogy ja. Hát tulajdonképpen azért nem sikerült úgymond az átalakulás, mert hiába edzettek, hát ott, amit Zordon mondott egyszerűen, jó, persze, szuperősök lesznek edzése fel, de hiába, úgyhogy már kezdik unni, hogy hiába edzenek, semmi sem sikerül. És akkor rádöbbenek, lehet azért, mert nem is meg jól egymás, úgyhogy ja. Hát tulajdonképpen Zordon is egy Power Ranger volt, aki hát itt az érméket elküldte, hát úgymond a Földre, csak akkor még a Föld máshol nézett ki tulajdonképpen. Úgyhogy ja. Tehát alapvetően szerintem nem lett rossz ez a Power Ranger film, amiben amúgy van egy 95-ös változat is, de ez a 2017-ben is csináltak egy filmes változatot, még 2 óra 4 perces, úgyhogy ja. Na, de hát azért beszéljük egy kicsit itt a szereplők, helyszín, pozitív és a negatívakról. A pozitívként kiemelném, hogy nem volt rossz, de amúgy alapvetően szerintem többet be lehetett volna tenni. Jó, persze a film végén vannak benne akciók, most nem arról van szó, hogy nem, de itt tulajdonképpen tényleg alig lehetett megtudni egyes mást az itt a Power Rangerökről. Tehát úgy érte a szereplőkről. Úgyhogy, de alapvetően nem lett rossz. Na, de nézzük a negatívat, amit nem tetszett. Hát 2 dolog azért nem jött be. Kezdjük az egyik, a zene. Nos, hát azt kell mondjam, ebben a filmben nem volt tehát annyi a nagy számos zenék. Tehát most alig volt benne zene, ha egyáltalán volt benne. Tehát inkább akció, meg minden volt. Ez az egyik. A másik, általában ilyen szuperhősökben, mint például a Superman, vagy a Batmanben mindig vannak ilyen szerelmi szálak. Itt ez sem volt, tehát hogy mit tudom én, hogy az egyik szerepe összejött volna egy másik, ilyen sem volt. Jó, persze, most nem arról van szó, ja, hogy jön a Rita, elpusztítja a városa, és azt az egyik Power Ranger összejön a másikkal. Most nem azért, de kicsit érdekes, hogy nem volt benne ilyesmi. Úgyhogy ja. Hát, alapvetően jó volt. Hát poénból, hát abból volt, most nem azt mondom, nem, de inkább akció volt benne. Izgalmak, úgyhogy ja. De azt kell mondjam, ha a Google 84%-ot adott, hát én azért többet adok. Én azért 90%-ra értékelem ezt a filmet, úgyhogy ja. És elvileg lesz folytatása.
tehát Power Ranger 2, hát ma kiderül. Úgyhogy ez lett volna az én kritikám, rend, tetszett, hogy ide van, dobjatok rá egy lájkot is, vagy iratkozzatok fel a csatornámra. Én Orvál Péter voltam, sziasztok!